Balogh Zoltánnak adnak át egy kis ajándékot, aki 300. bajnoki mérkőzésén szerepel a Ferencváros együttesében, de hát Bakás itt a kolléganőm riportjából ez ugye már kiderült, és őt ajándékozta meg most Orosz Pál. A másik ünnepelt pedig, mint említettem, Dragoner Attila, aki 1997-ben igazolt először a Ferencváros együtteséhez, majd ugyan kétszer is külföldre ment, de mindig visszatért a Fradihoz, és pontosan 348 mérkőzést játszott. Az ő játékos karrierjét többek között három bajnoki cím, két magyar kupa és egy szuperkupa megnyerése színesítette, és hát borzasztó érzés lehet azért Dragoner Attilának, hiszen gyakorlatilag második otthona volt a Ferencváros, de lehetséges, hogy az első is. Egy hónappal ezelőtt döntött úgy, hogy abba hagyja, befejezi. És hát az is kiderült ugye a riportból, hogy Bruckner László nem tette őt be a kezdőcsapatban, egészen biztos, hogy ha olyan eredmény alakul, akkor Dragoner Attila pályára fog lépni ezen a mérkőzésen is majd. Ima két csapat összeállítása. Vannak hiányzók mind a két oldalon kényszerű okokból, eltiltás, illetve sérülés miatt, de ami a kezdőcsapatot illeti, Szűcs védi majd a Lombardpápa kapuját. Nagy, Tóth Blusztus, Farkas, Zulefs, Rebrik, Bárányos, Supics, Quintero és Bali alkotják Weber György kezdő 11-ét. Gyömbér, meg keresztszalag szakadása van. Az MTK elleni mérkőzésen sérült meg. Nem ütközött senkivel, egy rossz mozdulat következménye volt a sérülés. A Ferencváros együttesében Ranilovics védi majd a kaput. Junior, Stanic, Tutoric, Abdi, Rósa Maróti, Skembri, Morales, Balog, illetve Csizmadi a kezdő csapatban. És természetesen Dragoner Attila is ott van a kispadon a többiek mellett. Tóth lassan lövő helyzetben, el is lövi! Megpattant, mutatja a játékvezető, szöglet lesz. Ez bizony az első komoly lehetőség volt gólszerzésre, hiszen érdemes megnézni majd Ranilovics mozdulatát. A kapus egészen más helyre várja a labdát, és csak a szerencsében reménykedhetett. Csizmadián változtatott irányt a labda, várja a sípot, Csizmadia jelzést, Csizmadia lövi a labdát, jó másfél méterrel Szűcs kapuja fölé. 19. perc, tehát Ferencvárosi szabadrúgás jön középre. Maróti fejeli fel a labdát, Szűcs. Skembri lép meg közben, Skembri középen, Abdi érkezik, Skembri még a labdával, és beérték. Csizmadi a fejel, nincsen les, és Skembri lövését, Szűcs a rövid oldalon. Quintero. Boldles valóban nagy későn lépett ki onnan. Skembri, Abdi. Visszakapja Skembri, most viszont nincsen les. Ez óriási helyzet, Skembri! És vezet a Ferencváros. Az utolsó percben, az első félidőben pazarlabdát kapott Skembri. És most nem tudott senki visszafutni és megállítani őt. Picit egy pillanatra úgy nézett, hogy hosszan tolta meg a labdát, de nem ért oda Szűcs, és átpörgette a kapus fölött. Egyértelmű, hogy nem volt les, tovább kellett engedni az asszisztensnek. Itt jön Szűcs, de nem ér oda, és a hosszúba teszi, helyezi a labdát Skembri. Farkas is lemaradva, Supics is lemaradva, 1-0 a Ferencvárosnak tehát. Nagyon kicentiszte a hazai csapat ezt az első félidő végére. Még egyszer egy másik kameraállásból, egy kis nézői reakcióval fűszerezve, és vége az első játékrésznek. Előnnyel mehet az öltözőbe a Ferencváros. Attila, ezzel a pezsgővel hadd köszönjük meg a teljesítményedet, amit nyújtottál az eddigi esztendőkben. Azt hiszem, hogy nagyon megható volt, amit itt a mérkőzés előtt kaptál a szurkolóktól, zenével, mindennel együtt. Köszönöm szépen, nem is tudom, hogy kaptam ezt, nem érdemeltem meg szerintem, majd talán ez a győztes gól, ez az Andrénak lett volna. Fog kapni ő is. Odaadom neki. Hát tényleg megható volt. Egyszerűen nagyon boldog vagyok, hogy itt ezt a rövid időt, mert nagyon gyorsan elment, eltölthettem, és nagyon köszönöm a szurkolóknak, akik az első perctől kezdve mindig is szerettek, és mindig is
mellettem voltak jóban, rosszban, úgyhogy próbálok majd visszaadni nekik valamit a szeretetből. A bronzérem fontos, de azt hiszem, hogy sokkal fontosabb a Ferencváros szempontjából, hogy megszereztétek a vezetést az utolsó pillanatban, és Andrés Kembri ki is jött ide hozzád. Kicsit érted is játszanak a srácok. Igen, éreztem, hogy gólt fog lőni, és mondtam neki, hogy mindenképp várom a gólja után, úgyhogy be is tartotta az ígéretét. A lehető legjobb kor rúgtok a gólt, rendezni lehet a sorokat a szünetbe, és úgy érzem, hogy tovább ilyen koncentrált játékkal, hiba nélküli védekezéssel meg lehet, hogy győzelem. Meg is lesz. Hoppá! Ranilovics rávetődött, rajta volt bali lövésén, de nem kellett hozzáérni. Teljesen átjáró házzá vált most a ferencvárosi védelem. És mutatja is kifelé, hogy akkor tessék lebonyolítani. Kutorics helyére, illetve Stanics helyére érkezik tehát Dragoner Attila. Ez lesz tehát a búcsú fellépése a Ferencvárosnál. Állva tapsolja a közönség Dragoner Attilát. 348 mérkőzést játszott, bajnoki mérkőzést pályafutása során a Ferencváros együttesében. Kórusban skandálja Dragoner nevét, a közönség, Stanics pedig a másik oldalról jött le, az oldalvonal mellől, ezért tartott ez egy ideig. Hát az lenne az igazi Dragoner Attila számára, azt hiszem, hogyha győztes mérkőzésen búcsúzna, ráadásul még volt is szerezne. Minden esetben most még a lehetősége is megvan, hiszen szabad rúgás, megpattanó labda Rósán, és aztán szűcsöklözte ki. Abdi lőtte meg, és Rósán megpattant a labda, ezért vált ez nagyon veszélyessé. Most viszont Dragoner fejeli középre, és hol megy ki a felszabadító fejes, az oldalvonalon kívülre kerül a labda. Balog fejelt el, oly, de kemény lövés volt, és aztán az ismétlés mellé megy. Bali lőtte rá a labdát, és bizony Ranilovics nagyon szépen védett. Aztán még Rebriknek adódott lehetősége gólt szerezni a kipattanóra, de nem találta el jól. Szabálytalanság Balog tekeri be. Rósa vissza, Dragoner dölt rá, és kivágja nagy a labdát. Nem sikerült gólt szerezni, pedig közel állt hozzá Dragoner Attila. Orosz Pál is úgy érezte az imént a látvány alapján. Dragoner. Maró tíveli előre, és nincs elles, és Kembri, Szűcs véd óriási, Rósa, és ezt is kifogja Szűcs. Hatalmas bravúr, kettő is egymás után Szűcstől. De nézzük még Abdit, ő lövi be, és ezt pedig fogja Szűcs. Előbb Kembri, aztán pedig Rósa. Itt Kembri lövését eltalálta, hova megy majd a hosszú sarokra vetődött Szűcs, és aztán Rósa pedig a kipattanót lövi Szűcsbe. Jól kifikázta Szűcs, most nem kap szabad rúgás Supics. Abdi viszont elindul. Abdi még mindig, egy emberen túl. Abdi még mindig nem passzol Abdi. Abdi most passzol, de érzésem szerint igencsak előnzőzte most ezt. Két-három alkalommal is meg lehetett volna játszani Rósát. Dragoner, Rósa, Abdi, most meg is játsza Rósát. Rosszul szabadít fel Dusztus, Rósa. Kembri elengedi, Abdi, ez az igazi nagy gólhelyzet, és Morales 2-0. Zicserig kijátsza a Ferencváros, és a 71. percben lehet, hogy eldől a bronzérem kérdése. Most Abdi nem volt önző, most tovább játszotta a labdát, akkor, amikor kell. Tökéletesen végigcsinálták ezt az akciót a ferencvárosiak, és Morales tette fel az íre a pontot. Itt van Rósa, itt gurítja vissza a labdát. Abdi nagyon okosan, ügyesen nem lőtt el, hanem tovább passzolta, és így lett igazából Zicser.
aztán ott már teljesen szétesett a pápai védelem. Ferencváros, Lombard pápa, 2-0 így. Még le is lehetett kezelni, egy ütemet várni, és aztán lőni csak Moralesnek. Óriási feszültség tört ki Bruckner Lászlóból. Kembrinek nagyon megy a pápa ellen, vagy ment ebben az idényben. Ugye azon a bizonyos 5-0-ás pápai mérkőzésen 3 gólt szerzett, és ezen a találkozón is az ő góljával szerezte meg az első találatot a Fradi. Morales helyére jön tehát Józsi. Józsi emeli föl a labdát, Pölöskei, ez szép volt pedig. Remek ütemben mozdult be rá Pölöskei, és jól érzékelte Józsi is, hogy mit kell tenni. Gyakorlatilag okosan akarta ívelten fejelni a labdát. Tehát azt gondolom, hogy más szempontból ugyanilyen kérdéseket felvet a közeljövő a pápa együttesénél is. Balog. Abdi. De szép csel volt. Abdi. Még egy csel. Abdi még mindig. Rósához. De még mindig ott van. Dragoner lövi el. És betalált. Dragoner az utolsó mérkőzésén a 89. percben beveszi Szűcs Lajos kapuját. Ennél nagyobb örömöt nem okozhatott volna a ferencvárosi szurkoló tábornak ez az utolsó 2 perc, mint hogy a búcsúzó Dragoner gólt szerez. És hát a megszokottnál is nagyobb öröm, azt hiszem érthető. Megint Abdi érdeme, tessék nézni, egy csel, leviszi az alapvonal felé, visszahúzza a labdát. Ezzel 2 embert megbolondít. Itt Rósa nem találja el, Dragoner belép a támadásba, és aztán a jobb sarokba lövi. 3-0 a Ferencvárosnak ezzel. Így azt gondolom, Dragoner Attila ilyen érzelmi állapotban még nem könyvelt el gólt. Na vajon mennyit hosszabbít a játékvezető? Ennyire precíz Fábián Mihály, vagy átlátván a helyzetet, átérzi a játékosok gondolkodását, a szurkolókét is, és úgy dönt, hogy akkor nem lesz hosszabbítás. Így dönt Fábián Mihály, azt gondolom nagyon helyesen. Vége a mérkőzésnek, nem volt könnyű meccs a bíró számára, az kétségtelen tény, és akkor kezdődhet az ünneplés az Üllői úton. A harmadik hely megvan, a bronzérem megvan, ez pedig, ahogy a közönség soraiból is lehet hallani, Európát jelenti, azaz kilépést a nemzetközi kupaporondra az Európa Ligában. És ott van az a bizonyos érem, a bronzérem, amelyet, mint említettem, a Magyar Labdarúgó Szövetség ide szállított már a mérkőzést megelőzően is, hiszen a Ferencvárosa 3 csapat közül a legesélyesebb volt, hogy a dobogó harmadik fokán tudjon végezni. Kicsit még rezgett a léc az első félidőben, de aztán Skembri, amikor bevette Szűcs Lajos kapuját, akkor már kezdtek hinni a szurkolók abban, hogy meg lesz a bronzérem. Utána következett Morales, közben a Debrecen haladás mérkőzésen is úgy alakultak a dolgok, hogy az kedvező volt a Ferencváros számára. A Zalaegerszeg volt egyedül ellenfél, ekkor már, de jött Dragoner mindent eldöntő gólja. Dragoner Attilát dobálják a magasba. Hát azt hiszem, hogy sokan gondolják úgy, vagy sokan gondoljuk úgy, hogy simán belefért volna még akár egy újabb esztendő, sőt, még talán több is, hiszen kiváló technikai képességekkel rendelkezik, nagyon jól lát a pályán Dragoner Attila,
akár több poszton is tud szerepelni. Sok alkalommal ugye, amikor már olyan helyzet volt a Ferencvárosnál, hogy mindenféleképpen kellett a gól, akkor lehetett elől is szerepeltetni.